Kigördült a remízből tegnap délután a piros bécsi és a sárga Tátra villamos. Ezzel ünnepelte 122. születésnapját a miskolci villamos közlekedés. A modern, környezetbarát Skoda flotta 2013 óta szállítja az utasokat. A tiszai pályaudvari villamos fordulóban tegnap délután ismét utasokra várakozott a sárga Tátra és a piros villamos. Akik felszálltak rá, a múlt században érezhették magukat. Nosztalgikus érzések töltenek el, mert nyilván annak idején közlekedtem az egyetemen, amikor itt tanultam ezzel a villamos típussal. Nagyon érdekes, hogy jó lehetőség, hogy ilyenkor azért néha lehet még ezekkel újra járni, egyet körbepördülni is. Kicsit visszaemlékezni azokra a régebbi időkre. Volt, aki az unokáját is elhozta, hogy együtt éljék át az utazás élményét. Engem is nagyon érdekel, meg a gyerek teljesen oda van érte ezekért a villamosokért, meg a buszokért. Nem csak az utasoknak, de a villamos vezetőknek is emlékezetesek maradtak ezek a járművek. Az az élmény, amikor rájöttem először, nekem az nagyon nagy élmény volt. Nagyon-nagyon szerettem ezt vezetni, ezt a típust. 1897. július 10-én indult a villamos közlekedés Miskolcon. Kezdetben 9 motor és 4 pótkocsival indult a közösségi közlekedés a városban. Ezek a régi ganz és társa, vasöntöde és gépjármű üzemekben lettek gyártva. Ezek a járművek még kezdetben a tiszai pályaudvar, gömöri pályaudvar, Szent Anna tér vonalon közlekedtek, ez volt az akkori fővonal. A pályát 1910-ben Helyő Csaba felé is kiépítették, és a járműpark is folyamatosan fejlődött a 90-es évekig. Ekkor érkeztek a bécsik és a tátrák. 2010 és 12 között a Zöldnyíl projektben felújították a villamospályát, és meghosszabbították az egyes villamos vonalát. 2013-ban állt forgalomba a 31 darabból álló modern Skoda flotta.